ebben a videóban a hajtogatott leveles tésztával fogunk dolgozni. Már van fenn kétféle leveles tésztánk, pontosabban három, de van a hájas tészta, illetve van a klasszikus leveles tésztánk is. Mind a kettőnek részletesen a bemutatását meg tudjátok nézni. Itt van a link, ide rámentek, és ott megtaláljátok. De pár percben egy kicsit föl fogom nektek most eleveníteni, hogyan is készült ez a tészta. Mi most a hájas tésztával fogunk dolgozni, az volt nekem a fagyasztóba, imádom, fogadjátok szeretettel, csapjunk bele! 90 dekagram lisztet átszitálok, és kiveszek belőle 10 dekát, ezt fogom majd a hájjal összekeverni. 3 darab tojássárgája kerül a tésztához, 10 g cukor és 10 g só. Egy kis pohár tejföl teszek még hozzá, illetve 2 evőkanál 10%-os ecetet. 420 ml folyadék, és a tésztát jó alaposan ki fogom dolgozni, és hagyom pihenni 15-20 percet. Addig elkészítem a hájat, teszek még hozzá 3 evőkanál 10%-os ecetet, és a benne lévő liszttel együtt jó alaposan összedolgozom. Kinyújtom a tésztát, és a háj egyharmad részét elkenem rajta, egyenletesen. Összehajtogatom jobbról balra, balról jobbra, lentről fel és föntről lefele. 15 percet hagyom pihenni mindig, és ezt megismétlem még kétszer. Az utolsó hajtogatásnál már nem teszünk bele zsíradékot, csak egyszerűen megcsináljuk ugyanúgy a hajtogatást, mint az előzőekben. Kész van a tésztánk, hagyjuk egy kicsit pihenni, és már fel lehet dolgozni. Elsőként a krémet fogom elkészíteni, hogy legyen ideje kihűlni, és utána gyorsan nekiugrunk a leveles tésztának is. 3 darab tojássárgájára lesz szükségünk, illetve 2,5 deciliter tejre elsőként, és ebből a tejből, a kimért tejemből teszek ide a sárgájához, és egy kicsit elkavarom. Jó, még egy kis tejet teszek hozzá. Körülbelül 1 deciliter tej volt idáig, amit elfeletettem. És most jöhet hozzá 2 dekagram étkezési keményítő, ez kukoricakeményítő különben, illetve ugyanúgy 2 dekagram finom lisztet is teszünk hozzá. Ezek kis mennyiségek, nagyon fincsi kis krém lesz. Most ezt csomómentesen elkavarom. Így hidegen még elkavarjuk, és közben elkezdek egy ilyen kis forralóba a tejet fölrakom melegíteni. Hozzáteszek 60 g cukrot, és teszünk bele egy jó csipet sót. Tudjátok, édesnek sós, sósnak édes. És elkezdjük ezt most már így fölmelegíteni. Ez nem egy nagy adag krém lesz, jó? Tehát én is most csak egy leveles tésztámat használom el. Ha többet szeretnétek csinálni, értelemszerűen arányaiban növeljétek majd a mennyiséget. Jó, a tejet azt felmelegítettem, nem forr, tehát annyi, hogy a cukor elolvad benne, de jó, jól fölmelegítettem, forrásig semmiféleképpen bemenjen, és most annyit fogunk csinálni, hogy kis hőkiegyenlítéssel elkezdem hozzácsurgatni a tejet. Közben kavarom. És már teszem is vissza. És ezt az egészet most így visszaöntjük. Fordítva is meg lehet csinálni, félreértés ne essék, úgy is működik, de ez a biztos. Jó, most már kavargatjuk, és most jöhet. Én vanília aromával fogom ízesíteni, körülbelül egy teás kanálnyit fogok beletenni. Így. Ha valaki szeretné, természetesen is megteheti, én tudom, hogy nagyon drága a vanília rúd, és nagyon kevesen fogjátok használni, az természetesen azt is használhat bele, vagy egy csomag vaníliás cukrot is használhat. Jó, kavargassátok, nagyon-nagyon fontos, váltok is inkább erre. Most már kezd sűrűsödni. Nézzétek meg, milyen jó sűrű lett. Jó, ezzel készen is vagyok. Még kavarom azért. Jó, nézzétek meg, milyen jó lett az állaga neki. És amit még most így forró fogunk hozzátenni, ez egy ilyen fél kanál vaj, amit szépen így forrón beledolgozunk. Jó, ezt a vajat én még itt most beledolgozom így forrón. Jó, a vaj is elolvadt benne, eldolgozódott, nézzétek még milyen jó állaga lett a krémünknek. És most folyra tesszük, én kiszoktam venni egy másik edénybe, szépen ki tud benne hűlni. És ami fontos, hogy takarjátok majd le,
hogy ne bőrösödjön meg a krémünk, jó? Jól le van takarva, védem a bőrösödéstől, szépen ki fog ülni, és már állok is neki a leveles tésztának. Jó hájas tésztámat kivettem a hűtőből, az a lényegem, most egy kicsit jól aláliszteztem, tetejét is meglisztesszük, ez kb. Ilyen 6-700 g-os hájas tészta lehet. Szépen elkezdem kinyújtani. Szobahőmérsékleten hagytam, hogy kiengedjen. És nyújtsuk ki. Jó, mikor nyújtsátok, arra figyeljetek, hogy egyenletesen menjen. Egyenletesen nyújtsuk kifele. Tehát nem az van, hogy itt megnyomom, itt kevésbé nyomom, hanem szépen guruljon. Látjátok? Jó, körülbelül ilyen, hát mint amikor kakaócsigát nyújtunk, körülbelül annyira nyújtottam ki, ez ilyen 2-3 mm-es, ennyi elegendő is lesz neki. Jó, na meg vagyunk idáig. Jó, kinyújtottam a hányas tésztámat, és most jön az, hogy ilyen kerek formákat fogunk kiszaggatni belőle. Ha van nagy pogács szaggatótok, avval is meg lehet csinálni. Nekem vannak ilyen sablonjaim, ezzel fogom a nagyobbat, ezzel pedig a kisebbet vagy a pogácsa szaggatóval. Az a lényeg, hogy a közepét is ki fogom majd venni. Mindjárt megmondom, ez nektek hány centis. 7,5 centi átmérőre, tehát 7,5 centi kis kerek darabokat fogunk kivenni. Belisztezem, nagyon fontos, és amennyire tudom, hogy spóroljak, így a szírénél határozottan lenyomom. Oké, meg is van. Jöhet a következő. Ez is megvan. És ilyen kis fajn kis formákat fogunk végig kiszedni, amennyit csak bírunk. Megvannak a kis pogácsáink, hogy úgy fogalmazzak, és hát látjátok, hogy ezeket is megbentettem. Van neki egy érdekes formája, ezeket is ki fogom majd természetesen sütni, de most ez a lényeg, ezzel foglalkozzunk. Közben egy darab tojást már felvertem, azt ide is félre teszem, mert szükségünk lesz arra, és most szépen összepárosítom őket, ugyanis ki kell szaggatnom a közepét, egy sort meghagyok, a másik sort pedig megpróbálom mértani pontossággal a közepét kiszedni. Jó, lényeg az, hogy pontosan a közepét szúrjátok ki, így. Ezeket is kisítjük természetesen. Meg is vagyok vele, nézzétek meg ezeket is még egyszer, mondom, fel tudjuk használni mindent, úgyhogy, de ez a lényeg itt. Úgyhogy jöhet a tepsi. Jó, a tepsire egy pici vizes spriccelek, azért, hogy ne csúszkáljon majd el nekem semmiféleképpen a papíron. Emlék csak ennyi az összes funkciója. És most egymásra fogjuk tenni itt a lapokat. Annyit csinálok, hogy nagyon vékonyan itt egy kicsit megkenem, hogy ragadjon. Itt nem kell sok tojás, csak tényleg annyi, hogy egy picit összeragadjon majd a két tészta. És most így szépen el fogom rendezni a tepsin először a kerek lapokat. Érdemes valamivel alányolni, szemok nélkül csinálom, mert nem akarom a széleit megtapogatni nagyon, meg sokkal könnyebb így dolgozni. Jó, 4x3-at teszek egy tepsire, látjátok, pont egy tepsivel le. Jó, és helyezzük rá a tetejére ezeket is, hajszál pontosan. Így. Jöhet a következő. Na meg is vagyunk vele, a sütőt én már előmelegítettem 200 fokos hőmérsékletre, alul felülsütés álláson fogjuk sütni, de mielőtt betesszük, ezt most tojással meg fogom szépen így kenni a tetejét. Így. Széléhez nem kell, hogy menjen, csak így a tetejét. Na mehet be a sütőbe, ahogy mondtam, 200 fokos sütő, alsó-felső sütés állást, és szép pirosra megsütjük. A drágáim, nézzétek meg a kis kosárkákat, kisültek, 20 percig sütöttem, az utolsó 5 percben egy picit visszavettem a hőmérsékletet, és légkeverésen egy kicsit az oldala is piruljon, színesedjen. Aj, de jó kis könnyed, leveles,
Gyerekek, az illat az még brutál, az elmondani nem tudom. Nézzétek meg, milyen kis pofás kis kosárkák lettek. Na várjunk vele, hogy kicsit meghűljön, és akkor elkezdjük folytatni a töltését neki. Nézzétek meg, milyen gyönyörű lett, milyen szépen meg van sülve alulról, és annyira könnyed, annyira leveles ez a tészta, ezt érdemes megtanulni és elkészíteni. Na, ahhoz, hogy több tölteléket tudjak belerakni, egy kicsit így villával megmozgatom, és veszek egy réteget le belőle. És akkor már is több helyünk van. De finom. Jó, így gyorsan kiveszek belőle egy keveset. Jó, most már készen vagyunk arra, hogy megtöltsük. Habzsákba beleteszem a krémet, előtte egy kicsit jól átkavarom, hogy könnyebb legyen levele dolgozni. Ha nincs habzsák, akkor jöhet a klasszikus nylon zacskó, sarka kivág, és abban szépen belenyomjátok. Sokkal könnyebb, mint belekanalazni. Na, rakjuk meg. Egy habkártya. Jó, mielőtt belenyomjátok, mindig előtt egy kicsit nyomjátok meg, és már tölthetem is. Na, kezdjük el megtölteni. Jó, gyerekek, ez nagyon brutál lesz. Minden egyes részét kicsavarjuk, hogy elég legyen. De úgy néz ki, hogy elég pontosan lőttem be a krémet. Ebből még hiányos. Várjatok, minden hagyd menjen bele. Jó, szépen megtöltöttem. Most jön az a része, hogy le fogom porcukrozni. Jó, meg van porcukrozva. Mindjárt megdíszítem még egy-két áfonyával, meg egy-két szamócával. És jöttek az áfonyák. A drágáim, megdíszítettem, kis gyümölcsöt raktam hozzá, vaníliával nagyon penge lesz, illetve ebből a nagyon jó kis leveles tésztával. Hát én már várom, hogy beleharapjak. Elkészültünk a süteménnyel, remélem tetszett. Én mindjárt egyet meg fogok nektek itt kóstolni, jó lopparós, abban már biztos vagyok. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel ide a csatornánkra, keressetek a Facebookon, a TikTokon is minket, legyen hozzá szerencsétek, sziasztok! Na nézzünk egy ilyen. Ó, gyerekek, annyira jó. Gyerekek.